Az első témánk a mai napon a vakcina kérdése, bár általában is továbbra is nagyon megnyugtatóan alacsony az új fertőzések száma és a halálozások száma is. Időnként olyan napok is vannak, amikor Covid-ban már nem hal meg senki Magyarországon. A legfontosabb kérdés az elmúlt hetekben az az volt, hogy kaphatnak-e harmadik oltást azok, akik a kormánynak a tolvajlása miatt olyan vakcinát kaptak 60 év fölötti létükre, amit a 60 év felettieknek nem is teszteltek, hiszen nincsen kellően erős immunrendszerük, a legyengített vírussal működő kínai vakcina pedig nekik nem jó. Ez nem azt jelenti, hogy semmilyen védettséggel nem rendelkeznek, még az ellenzéki kutatások szerint is azt hiszem, hogy mintegy 80%-uknak, azt hiszem 23,9 talán ennyi volt, akinél nincs védettség. Az azt jelenti, hogy mondjuk 76%-uknak van védettsége. Tehát a 60 év felettieknek is mondjuk a 76%-uknak van védettsége, de hát annak a 24%-nak, akinek nincs, annak mégiscsak jó lenne valami megnyugtató megoldást találni. Hát a kormány anélkül, hogy a vakcina tolvajlásról szólna, ugye emlékezetes, hogy egy átlagosan korrupt afrikai ország, Szenegál, fele annyit fizetett ezekért a vakcinákért, mint Szijjártó Péter barátjaiból alakult Stroman cég. Nyilván a Stroman cégre is csak azért volt szükség, hogy 20 milliárdot ki tudjanak venni ebből a vakcina beszerzésből, és az 5 milliárd keretű vakcinát, amit beszereztek, hát azt valakinek be is kellett adni, azoknak adták be, akiknek még a kínaiak sem, a 60 év feletti idős magyaroknak. Tehát ezt az óriási, hát nem is tudom, minek mondja, blamának talán finom, ennél sokkal többről van szó, ez egy címeres gazemberség volt a kormány részéről, hiszen nem csak az önök pénzét lopta el, hanem az önök életével játszott. Hál' Istennek a kormány is érezte, hogy ez nem maradhat így, és bár természetesen ezt az okot eltitkolva, de most pénteken immár bejelentette Orbán Viktor is, előtte 2 nappal pedig Gulyás Gergely, hogy kaphatnak harmadik oltást, sőt, kimondottan másik vakcinából fognak harmadik oltást kapni az idősebb, 60 vagy 65 év feletti magyarok, tehát kimondottan, aki 2 Sinopharm vakcinát kapott eddig, az most harmadjára kaphat egy nyugati oltást is, akár Pfizert, akár valamelyik másik nyugati Moderna vagy egyéb vakcinát. Tehát ez mindenképpen megnyugtató, én azt kérem önöket, arra kérem önöket, hogy minden fenntartásukat tegyék félre, és aki csak tud, éljen ezzel a harmadik oltással, hiszen tudjuk, hogy a kínai vakcina még 2 oltás esetén sem biztos, hogy bármiféle védelmet adott a 60 év feletti embereknek. Nyilván a védettség egyébként sem 100%, a keleti, a kínai vakcina esetében, ami sokkal drágább volt, mint a nyugati, de hát abból lehetett ugye lopni. Ez 79%-os, a nyugati vakcinák esetében 95% körüli, ami azt jelenti, hogy ha önök nyugati vakcinát kaptak, Pfizert vagy Modernát esetleg, akkor is minden 20. ember nincs védve, tehát szó sincs arról, hogy 100% védettség lenne, vagy minden 20. hát hogy mondjam, tehát 5% esélyük van arra, hogy ez a vakcina nem védi önöket. Nyilván a kínainál alapból 21% esély volt erre, a 60 év felettieknek pedig sajnos ennél sokkal rosszabb volt a helyzet, mint mondtam, körülbelül az ötödik, negyedik, ötödik nincsen védve. Úgyhogy éljenek ezzel a védelemmel, mondom, a kormány nagyon ügyesen, anélkül, hogy beismerte volna akár a lopást, akár a gazemberséget és a veszélyeztetést, az életek veszélyeztetését, végül lehetővé tette azt, hogy 60 év fölött, vagy 65 év fölött legalább önök kaphassanak egy másik típusú vakcinával, egy harmadik oltást. Én azt gondolom, hogy ez mindenképpen megnyugtató. Természetesen ez azon 3 dolog között van, ami szerintem az új kormánynak majd Orbán Viktor után egy nagyon alapos vizsgálattal kell elszámoltatni, tehát itt nagyon komoly felelősségre vonásra van szükség, hiszen még egyszer mondom, itt nem csak pénzt loptak el 20 milliárdnyit, hanem ezen kívül életeket is veszélyeztettek abszolút felelőtlen módon. A másik 2, amit én egy újságírói kérdésre a héten az elszámoltatásról, amikor beszéltünk, akkor megérdeztem, az Elios botrány volt, illetve a letelepedési kötvényes botrány. Tehát ha az első 3 dolog, amit ki kell vizsgálni, és a felelősséget a legszigorúbban megbüntetni, én azt gondolom, hogy itt legalább börtönbüntetés, vagyonelkobzás és hasonlókra van szükség. Az az Elios csalássorozat, amit még az OLAF is föltárt, de a magyar hatóságok ugyebár nem nyomoztak ki, hiszen Orbán Viktor veje is érintett volt ebben az ügyben.
a letelepedési kötvénybiznisz, ami ugye a Rogán baráti köréhez köthető, amint 150 20 000 migráns betelepítésén köztük körözött, nemzetközileg körözött bűnözők és iszlamista terroristák voltak. Ezen Rogán baráti köre 150 milliárdot szakított, önök adófizetők pedig 17 milliárdot veszítettek, miközben ez az úgymond migráns ellenes kormány betelepített 20 000 migránst. Ez persze korán sem az összes, akit betelepítettek, évente telepítenek be azóta 55 000-et, úgyhogy nyilván az egy másik program, ott ugye elsősorban munkaerőnek hozzák be, ezeket viszont pénzért hozták be, ez egy egészen más történet volt.